A Művészeti Iskola diákjainak húzza most a talpalávalót a Somogy zenekar, amely kihagyhatatlan szereplője ma már a somogyi folklórnak. Az elmúlt években, évtizedekben több tagcserén is átesett az együttes, amire a mostani formációt elérte. Felder Rebeka a zenekar legfiatalabb tagja. Ő néptáncosból lett énekes, bár számára ez a kettő elválaszthatatlan. Talán nekem a kettő együtt működött igazán, mert egyik vagy másik nélkül is lett volna hiányérzetem. Gyakran ez úgy zajlott egyébként, hogy benne voltam a somogyos számokba teljes egészében, tehát majdnem minden koreográfiában, és mellette még pluszba a zenei összeállításokban is megjelentem, és így valahogy mind a két oldalam kielégült egy-egy műsor során, úgyhogy nekem a kettő ad egy teljes egészt, és maga a népi kultúra elképesztően nagy vonzó erő számomra, és így mind a két oldalát megélhettem teljes egészében. Igazából a fiúk nagyon kedvesek voltak a kezdetek óta, viszont folyamatosan a gyerekkorom óta Gyula bácsinak a tanítványa is voltam, úgyhogy ez a fajta munka, a tájegység, stílusok, a kapcsolódása az összeállításokhoz, az szerintem folyamatos, és a mai napig zajlik. Boldizsár Imre a Vajdaságból költözött Somogyba még 2009-ben, nem sokkal később csatlakozott a Somogy zenekarhoz, immár rutinos muzsikusként. Népzenével édesanyám, édesapám ismertetett meg velük, ők néptáncoltak, akkor még a Nagy Jugoszláviában, és ők úgy a magyar és a hozzátartozó körülöttünk élő, vagy velünk együtt élő nemzetiségeknek is a táncait táncoltak, és ezáltal mivel működött egy Ady Endre Művelődési Egyesület, és működik is egy Ady Endre Művelődési Egyesület Bácskos út falván, ezért ebben az egyesületben ők táncoltak sokáig is, engem is beirattak néptáncra, ami egy hónapig tartott, mert azt mondták, hogy kell egy brácsás, és akkor elkezdtem hegedűn tanulni, és utána, mivel megismerkedtem a vonós hangszerekkel, ezért utána elkezdtem brácsázni. Bár sokszor a brácsa háttérbe szorul, Imre is jól tudja, hogy enélkül nem teljes a hangzás. Mi a harmóniát és a ritmust visszük. A harmónia nagyon fontos, minden zenében fontos a harmónia. Maga a brácsa viszi bele inkább a harmóniát többnyire mindenhol, minden tájegységen, mert az akkordokat adjuk meg. Nyilvánvalóan kiszolgálóak vagyunk a prímáshoz képest, aki a dallamot viszi, ezáltal mindig utána megyünk, és mindig őt követjük, ő vezet bennünket, ha úgy tetszik, viszont nagyon sok esetben úgymond kihangzanak azok a hangszer előnyök, ha szabad így mondanom, ami a brácsának egy nagyon jellegzetes világa. Husi Gyula évtizedek óta zenél különböző együttesekben, a Somogynak már rutinos tagja. A pengetős, húros hangszereket szólaltatja meg legtöbbször. A kezdetek kezdetén egy egész más stílusú zenekar volt, tehát nem az archaikus zene volt, hanem egy ilyen kicsit feldolgozásos világban éltünk, de utána jött ez a hagyományos paraszt zene. Gyula repülőgép szerelőből lett zenész. Az Alföldről Kaposvárra érkezett tanulni, és itt is maradt. A somogyi muzsika miatt is maradtam itt. Nekem ez a szívem csücske.
Sokan azt hiszik egyébként sokan, hogy somogyi is vagyok, de én gyűjtment vagyok csak itt, mert Alföldön születtem. A citer az mindig egy önálló hangszer volt, egy zenekar helyettesítő hangszer. Mindig azt szoktam mondani, hogy az régen olyan volt, mint a néprádió. Manapság azt se tudják már, hogy mi volt az a néprádió. De tehát gyakorlatilag, mint a fakanál, minden háztartásban ugyanúgy ott volt a falon egy citera is. Tehát ez volt a házi szórakozás eszköze, de előfordult, hogy komolyabb bálokat rendeztek citerára. Volt, ahol lakodalmat a közeli Nagyberegben, Takács Gyula leírása szerint, ott tehát annyira zárt közösségben éltek az emberek, hogy citerára tartották a lakodalmakat is, tehát a zenészeket sem engedték be a titkos világukba. A Kárpát-medence különböző területeiről érkeztek a zenészek az együttesbe. Mint mesélték, ez egyfajta egyediséget is kölcsönöz nekik. Ennyi különböző ember találkozik itt ebbe a szép városba, és mindenki hoz magával egy olyan ízvilágot a zenébe, magába a zenekarba, az egységbe, ami kicsit különlegesség teszi. Erdélyből Magyar Királyfalváról Somogyba vezetett György Horváth László útja. Mint sokan mások, ő is gyermekkorában szívta magába a népzene szeretetét. Apukám ott volt lelkész, és akkor még ez a hagyomány, ez nagyon élt a faluban. Ez Kiskökülő mentén van, és ugye az apukám révén minden keresztelőn, lakodalomba, sőt, még néha temetésen is vilasztáson ott voltam. És hát bizony egy csomószor a lakodalmakba, keresztelőkbe fogadott zenekar volt. És akkor még nagyon az öregebbek nagyon-nagyon szerettek táncolni, és teljesen olyan volt egy lakodalom például, hogy a zenekar az nem ilyen szintis volt még, hanem a helyi, azért az ádámosi cigányzenészek, és én mindig ilyen, hát egy ilyen nagy csodálkozva néztem, hogy milyen jó hangulatot tudnak teremteni, meg milyen marha jó az egész zene, meg hogy ez a tánc, zene, ez hogyan forrosz, és meg egész kiskoromtól ezt ilyen nagy csodálkozva néztem. Aztán addig, akkor még nem csináltam semmit, tehát nem zenéltem, nem táncoltam, csak nagyon tetszett. És utána mi átköltöztünk 89-be Magyarországra, és akkor elmentem, a Sárospatakon jártam gimnáziumba, és ott elkezdtem táncolni a Bodrog Néptánc Együttesbe. Táncoltam 4 évig, és hát közbe kezdtem én zenélni. És tulajdonképpen már itt Magyarországon kezdtem el zenélni, azért, mert otthon, már az otthonom az mindig Magyar Királyfalva marad, otthon ilyen mély benyomásokat kaptam annak idején ettől az egész műfajtól. Néprajz szakon tanult Pécsen, és házassága révén költözött Somogyba, ma már gyermekei is zenélnek, így ő is tovább tudta örökíteni a folklór szeretetét. Én amikor idejöttem Kaposvárra, én nem ismertem még a Somogy zenekar egyik tagját sem, de azt tudtam, hogy nagyon jók zenészek, mert hát azért Pécs nincs olyan messze, és azért a zenei társadalom az kicsi ahhoz, hogy így ismerjük egymást legalább hallomásból. És tulajdonképpen akkor pont a Kovács Marci muzsikált itt előttem, itt ő volt az elődöm tulajdonképpen a primási székbe, de ő már azért elkezdett színházazni. És még az első időben még együtt muzsikáltunk, ketten prímáztunk a Somogynak, aztán őt valahogy így a színházi világ ide-oda sodorta, és hát maradtam én, és tényleg hálát adok, mert nagyon jó muzsikusokkal tudok együtt dolgozni, ez immáron 15 éve, és azóta töretlen a kapcsolatunk, nagyon jó barátok is vagyunk, tehát hogy, és így azóta gyakorlatilag együtt dolgozunk. A Somogy zenekar vezetőjének útja már gyermekkorában biztosnak tűnhetett. Csíkvár József fiaként beleszületett a népzene világába Csíkvár Gábor. Édesapám koreográfus volt, néptánctanár, tánc és illemtanár, sőt népművelő, és a Somogy megyébe évtizedeken keresztül irányította a hagyományőrzés területen dolgozó amatőrművészeti csoportokat. Illetve hát a Somogy Táncszűtesnek is ő volt az alapítója annó idején, 50-es évek elején. Én ebben nőttem fel.
Nekem ez tulajdonképpen nagyon természetes volt, hogy vagy szólt népzene, vagy néptánc együttesek mellett voltam, vagy hagyományőrző csoportok fellépésén vehettem részt. Édesapám, amikor pici voltam, akkor is sokszor vitt magával. Nem volt nekem ez olyan tudatos. Amikor pici gyerek voltam, és megkérdezték, hogy akkor édesapád nyomdokaiba fogsz lépni, akkor én nagyon tiltakoztam valamiért. Talán azért, mert hogy őnek is nagyon sokat kellett mennie, és imádtuk, de keveset tudott a családdal lenni, hiszen az összes hétvégén mindig volt valami műsor vagy rendezvény, ahova mennie kellett. Engem, mint a fiatalokat, sokkal jobban érdekelt akkor a rockzene, vagy a jazzzene, vagy zenei általánosban jártam, tehát maga a zenei képzés az megvolt, de sokáig ez nem volt tudatos. Olyan 16 éves lehettem, amikor édesapám egyszer hazajött, és azt mondta, hogy most bajba van, mert az egyik hagyományőrző csoportnak a zenekara nem tudott elvállalni egy fellépést. Dombováron volt az az előadás, és kérte édesapám, hogy adna egy felvételt, hogy azt a barátainkkal megtanulnám-e. És akkor mondtam, hogy persze, adod, megpróbálunk segíteni. Összehoztunk egy kis zenekart a kaposvári barátokból, és lekísértük ezt a hagyományőrző együttest, ami nagyon jól sikerülhetett, mert ott akkor mindjárt a Kossuth Rádiónak az egyik riportere kérte, hogy tudná velünk felvételt készíteni, de mi azon kívül nem tudtunk semmit zenélni, csak azt az egy kanász összeállítást, ilyen somogyi kanásztáncokat kellett lekísérni. Ezt követően már tudatosan tanult zenélni, először Kecskedudán, majd miután egy zenekarból kiesett a Bőgős, és szükség volt a pótlására, így ezen a hangszeren is. Ma már ő sem csupán zenész, hanem mentor is. A kaposvári népzenei műhelyben a Nagy Bőgő rejtelmeire oktatja a fiatalokat. Úgy is érezzük, hogy mintha a gyerekeink lennének, nagyon sok időt töltünk velük, hasonló az érdeklődésük, és természetesen próbálunk minél több tudást átadni abból a tárból, amit mi megszereztünk ez alatt a 40 év alatt. Nem unatkoznak a Somogy zenekar tagjai, hiszen táncegyüttesek fellépései muzsikálnak, segítik a művészeti iskola munkáját, de önállóan is koncerteznek, színházi produkciókban vesznek részt, és a zenekari tagok tanítanak is. És mint mesélik, mindezek ellenére sem unják meg egymás társaságát. Nagyon szeretek velük dolgozni, ez szerintem ez alapvető dolog, hogy nagyon jó velük dolgozni, nagyon jó zenészeknek tartom, remélem ők is engem, és kedveljük egymást. Tehát abszolút egy percig nem unatkozom én velük se. Jó humorú emberek, tehát meg jó zenészek.